Mindenki előtt közismert, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kara ebben az évben nagy változáson megy keresztül, amennyiben egy belső integráció folytán a bölcsészettudományi kar része lesz Vitéz János Tanárképző Központ néven. Szeretnék eloszlatni ezzel kapcsolatban egy-két félreértést, nevezetesen az első az, hogy ez nem lefokozása, hanem fölemelése az itt folyó képzéseknek, és a hallgatók mindebből csak azt fogják megérezni, hogy az indexükbe nem az lesz beírva, hogy PPKE VJK, tehát Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar, hanem az, hogy PPKE BTK, tehát Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar. Tehát ez az első, amivel kapcsolatban szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez az intézményünknek az előnyére, a javára válik ez a belső integráció. Második pont. Minden olyan képzés, ami most folyik a karon, ugyanúgy folyik tovább. Tehát a hallgatók semmit nem csak hogy nem fognak megérezni, még inkább eddig is úgy érzem és úgy hallottam minden helyről, hogy nem volt panasz a képzésnek a színvonalára, a minőségére, de a bölcsészettudományi kar néhány tanárával megerősítve a képzés még színvonalasabbá fog válni itt Esztergomban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, tehát Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, Vitéz János Tanárképző Intézetben, vagy központban, még ez a név nincs pontosan tisztázva, hogy Vitéz János Tanárképző Központ, vagy Tanárképző Intézet lesz-e, és önálló szervezeti egységként ennek az élén valószínűleg főigazgató vagy intézetvezető fog állni. Tehát a most folyó képzések folynak tovább, és ez a két pont lett volna a legelső információ, amellyel kapcsolatban szerettem volna tájékoztatást adni. Az interjú további részében szeretnék arról beszélni, hogy miért érdemes ide jelentkezni Esztergomba. Hát először is azért, mert itt az egész közösség hallgatóbarát, a portásoktól kezdve a dékánig, vagy az intézménynek a leendő vezetőjéig, mindegy. Tehát mindenki szereti a hallgatókat, és tisztában vagyunk azzal, hogy mi egymásért is vagyunk. Mi nem csak a diplomáért üdvözöljük a hallgatókat, hanem azért, mert egy közösség vagyunk, szükségünk van a hallgatókra, a hallgatóknak is szüksége van mi ránk, és ezt az emberi oldalát, ezt a nagyon szoros szolidaritást szeretném kihangsúlyozni, hogy ez emberközpontú ez az oktatás és ez az intézmény, ahova szeretettel várjuk a hallgatókat. Kettő, a színvonal. Én az utóbbi időben diplomás pályakövető rendszer segítségével is, ez a DPR rendszer, amely kutatja, vizsgálja, hogy hogyan tudnak a hallgatóink elhelyezkedni, jó eredményekről tudok beszámolni. Tehát piacképes, használható diplomákat tudnak itt szerezni a hallgatók. Tehát ezért is érdemes idejönni. Aztán nagyon jók a hallgatói önkormányzat közötti önkormányzat és a tanárok közötti kapcsolat. Tehát annyi rendezvény van, hogy én magam is, mint dékán, alig tudtam áttekinteni az utóbbi két évben, hogy mennyi jó rendezvény van, amelyek közül sok alkalommal én is ott voltam és részt tudtam venni, és ígérhetem és beszámolhatok arról, hogy nagyon kulturáltan zajlanak ezek az események, és nagyon-nagyon jól érzik magukat a hallgatók. Tehát a hallgatóktól nem csak, hogy nem von meg semmit az, hogy az egyetem katolikus egyetemi intézmény, tehát a szellemiségében, erkölcsiségében ezt fölvállalja, hogy itt ad egy töbletet a hallgatóknak, de ismétlem, ez semmit nem veszel tőlük, ez csak ad nekik. Ad ahhoz, hogy teljesebb emberek, boldogabb emberek legyenek, és hogy valóban ez a dimenzió is, amit mi így nevezünk, hogy vallás, erkölcs és szellemiség, ez is része legyen a képzésnek, a nevelésnek. Mindenkit üdvözlünk, azt is természetesen, aki nem katolikus, hanem protestáns vallás, az is, aki nem keresztény, vannak a hallgatók közül, most is itt is és a más korokon is, akik muszlim vallásúak, vagy izraelita felekezethez tartozók, tehát abszolút nem csak, hogy nem vagyunk kirekesztők, hanem mindenkit szeretettel várunk, és mindenki a saját vallását szabadon követheti, sőt, olyanokat is várunk szeretettel, akik nem követnek tételes vallást, vagy nem kimondottan gyakorló vallásosak, mert őket is ugyanúgy szeretjük, és a hit és a gyakorló vallásosság a szabadság és szeretet dolga, tehát ez nem egy kényszer, ez nem kötelező, nem csak egy szép hagyomány, a kultúrának a része természetesen, tehát ezért vannak például nálunk is itt Esztergomban hitéleti tárgyak.
Nem sok, de van 3-4 hitélettel kapcsolatos tárgy. Én is tanítok például vallásismeretet, amiben a hinduizmus, buddhizmus, kínai vallások, sintoizmus, iszlám, zsidóság, kereszténység alapjai, tehát igenis kapnak egy olyan töbletet vallásismeret és hitéleti képzés szempontjából a hallgatók, amelyek más egyetemeken nincsenek. Tehát ez is egy olyan többlet, amit szerettem volna kihangsúlyozni, és bíztatni a hallgatókat, illetve a jelentkezőket, akik még nem döntöttek, hogy érdemes hozzánk jelentkezni. A Vitéz János Kar 2013-ban is változatlan képzési palettával várja a tanulni vágyókat. A felsőoktatás átalakítása, az egyetemi szervezési változások, szervezeti változások nem érintik az esztergomi felsőoktatást, tehát továbbra is óvodapedagógia tanító, szociálpedagógia, illetve andragógia szakra lehet jelentkezni. A kar széleskörű külföldi ösztöndíjprogramokkal, sokféle, sokszínű rendezvényekkel, korszerű tudással, piacképes ismeretekkel várja hallgatóit. A gyakorlati képzés nagyon magas színvonalon zajlik, így kívánjuk elősegíteni azt, hogy a végzett hallgatóink a munkaerőpiacon minél sikeresebben tudjanak elhelyezkedni. Andragógia szakra azon érdeklődő hallgatókat várjuk, akik a felnőtt képzés, illetve a művelődés szervezés iránt érdeklődnek. Szak jelenleg 2 szakirányú specializációs lehetőséget biztosít a hallgatóknak, művelődés szervező, illetve felnőtt képzési szervező szakirányon tanulhatnak a hallgatók 3. éven, de ezen kívül nagyon sok specializálódási lehetőség is megtalálható, ilyen például a turisztikai andragógia, a munkavállalási tanácsadás, különböző andragógiai kompetenciafejlesztés, tehát lehetőség van bekapcsolódni tudományos szakmai munkába, OTDK-s részvételre van lehetőség. Idegen nyelvű tanegységeket lehet fölvenni, ami biztosítja azt, hogy a hallgatóink megfelelő nyelvtudással tudjanak a munkaerőpiacra kilépni. Ahogy említettem, az Erasmus program, illetve a Campus Hungary program lehetőséget ad arra, hogy egy fél évet vagy egy szakmai gyakorlatot valamilyen Európai Uniós tagországban töltsenek kint a hallgatók. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes minket választani, hiszen Esztergom maga is egy nagyon szép város, egy élhető kisváros, ahol az emberek ismerik egymást. Ez a mi karunknak a specialitása, illetve az előnye a többi egyetemmel szemben, hogy mi itt egy kis kar vagyunk, és éppen ezért ismerjük a hallgatókat, hallgatók is ismernek minket. Egy nagyon proaktív és együttműködő légkör tud kialakulni. Bármilyen problémával találkozunk, nagyon szívesen segítünk a hallgatóknak, és így tulajdonképpen egyfajta partneri viszonyba, akár baráti viszonyba is kerülhetnek a tanár kollégák, illetve a hallgatók.